A Fehér János Alapítvány a vecsési ifjúsági katolikus nevelésének, oktatásának, az időskorúak gondozásának, a hit megőrzésének és erősítésének céljából jött létre. Az alapítvány ezévi céljairól az elnököt, Brunner Ferencet kérdeztük. Hát az idei tervei az nagyon érdekes módon ismétlődnek a tavalyi teljesítésekkel, mivel ez közhasznú alapítvány, szinte föl sem lehet sorolni, hogy milyen szerteágazó tevékenységet végeznek az alapítvány tagjai. Igen sok tevékenységet. Néhányat felsorolok, amit a fiatalok képzése, továbbképzése terén tettünk, és folyamatosan tesszük is. Ilyen a bérmálkozók táboroztatása, a családi napok szervezése, a különböző zarándoklatok, hát itt már felnőttek is részt vesznek, gyalogosan, kerékpárral, busszal, ki hogy tud. Aztán az adventi készülődésekbe a gyermekek kerülnek sorra, a adventi koszorú készítést tanították a kuratórium tagjai a gyerekeknek, a gyertyaöntés, sorolhatnám nagyon sok minden tevékenységet egész évben. Nagyon jelentős a húsvéti ajándékcsomagok készítése, gyűjtése, adományok alapján és széthordása, a karácsonyi, például most karácsonykor 3,5 tonna feletti adomány gyűlt össze. Ezt mondhatom úgy, hogy nem csak a kuratórium tagjai közreműködésével, de azoknak a kezdeményezésével, és a Caritas szervezettel együtt folyik a gyűjtés például a CBA-ba, akkor magánszemélyektől. És ezeknek a széthordása a szegények és az idősek számára, ez is óriási feladat. Hát esetenként 25-30 fiatal is csinálja ezt. Általában a közhasznúsági jelentéseink nem szegényesek. Tehát 2014-ben kellett megújítani, amikor az új közhasznúsági törvény megjelent, a tevékenységünket. Ezt az APEC és a cégbíróság cson nélkül elfogadta is, és megadta továbbra is a közhasznú működésre az alapítványunknak a lehetőséget. Elnézést egy pillanat. Tehát a kuratóriumnak több tagja az oktatás és a nevelés terén igen jelentős munkát végez. Például, hát ha jól emlékszem, 2-3 tagunk is működik hitoktatóként. Van olyan tagunk is, aki éppen a Váci főiskolán, igen, ott tanul tovább, most éppen egy ilyen továbbképzést végez, tehát saját magukat is fejlesztik a kuratórium fiatalabb tagjai, nem az olyan idősek, mint én, de folyik itt a képzés és a továbbképzés is. William.